a monitor délután, csütörtök van félöt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje és a legfrissebb lapszám a kezemben, a kezünkben. Mihalko Gábor a vendégem, aki geográfus, turizmus kutató, a Pannon Egyetem professzora, a Hurn CFK kutatója. És azt mondtad, mikor beültél a stúdióba, hogy picit ma könnyedebbek leszünk, ugye ma nem a turizmust kutatjuk, de amit mindig elszoktál szoktál mondani, hogyha te itt vagy a, stúdióban, akkor történelmi kontextusba is helyezzük majd a téma hát ezt tőled idézem, és Münchenről lesz ugye? Igen. Olimpia, sör, sörfesztivál, Igen. minden szóban. Nem lehet, terül. jó napot kívánok, üdvözlöm a rádióhallgatókat, nem lehet történelem nélkül megúszni, tehát mindig ott vannak az előzmények, és ezek az előzmények teszik igazából a turizmusba érdekessé, itt jönnek elő azok a sztorik, amiket ugye az idegenvezetők, mm. amikről az idegenvezetők felkészültán színesen mesélnek az a odaérkező turistáknak. Itt ugye egy olyan cikről van szó, ami egy, egy ilyen sajátos élménybe számol egy szakmai utazásról, amit Tóth Dávid barátomnak, egykori PHD hallgatomnak a meghívására tettünk Münchenbe. Az volt a cél, hogy megismerjük a Müncheni repülőteret, ez Európa egyik legjobb minőségű úgynevezett ötszillagos repülőtere, egy napot töltöttünk a repülőtéren, úgyhogy reggel fényasztok, és estig már mondtam Dávidnak, hogy Dávid azért ez hát már... A Tom ezt, Hanks is megcsinálta. Igen, ezt, ez, ez, így van, a Terminál, aki nem látta, ajánlom ezt a vilmet, ez hogy nem kicsit nem. több időt töltött, fantasztikus világ, belépni egy olyan, egy hátsó területre, ami, ami ugye elzárva van a utasok elől, mint hogyha a színházba ugye a kulisszák mögé tudna az ember benézni. Egy csodálatos, izgalmas világ tárult fel, és hát mondjuk azt, ugye utazó emberként azért sokfelé felé megfordultam, láttam jobb meg rosszabb repülőteret, ez egy nagyon működőképes repülőtér. Itt értettem igazából azt meg, hogy hogyan lehet egy ilyen professzionális rendszert, ahol, ahol, ahol másfél-két percenként jönnek le, illetve mennek fel ha éppen nincs gépek. Ha nincs sztrájk, igen, ez igen, 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 azt működtetni, és azt vettem észre, és teljesen jó lenne ezt a társadalomban a hétköznapokban is átvinni, hogy mindenki csak annyit csinál, amennyi a dolga, és csak azzal foglalkozik, ami a dolga, de azt nagyon professzionálisan teszi. El kell képzelni, hogy lejön egy lejön egy, egy repülőgép, onnantól kezdve, hogy bejelentkezik a toronyba, onnantól kezdve, hogy kilép az ember a csomagéval, mennyi részfolyamat megy ott végbe, és menny, ebben, ebben mennyi felelős ember van, de mindenki pontosan tudja, hogy mikor, hol kell lenni, mit kell csinálni, és senki nagyon figyeltem, senki nem foglalkozik a másiknak a, a dolgával. Tehát egy csodálatos napot töltöttünk a repülőtérén, és ez volt a, igazából ennek a Müncheni utazásnak az apropója, tehát egy szakmai út, ilyen is van. Nem mindig konferenciákra megy az ember, hanem kell egy kicsit inspirálódni. És ha már ott voltam Münchenben, akkor azon gondolkodtam Dáviddal egyeztetve, hogy, hogy mit lehetne itt igazából három nap alatt megnézni. És akkor hát kézenfekvő, hogy akkor nézzük meg mindent, ami Müncheni. Mm. És akkor innen jött ennek a cikknek a, az ötlete, hogy akkor a, a München-brendről írjunk, ugye a, a, van a vállalatoknak brendje, ugyanúgy van a városoknak is brendje, ez a München milyen rész... hogy lehet ezt szétszálazni. Igen, hogy lehet szétszálazni, és igazából minden, ami, ami München ezt tettük össze, és igazából nem is fért bele még ebbe a, a színeszcikbe, aminek a eset mindenkinek ajánlom. Földgömb magazin, ugye? És egy nagyon színvonalas magazinról van szó. Olyanok írnak benne, akiknek jó a tolluk, és sokfelé járnak a világba, és megpróbálják ezeket az élményeket megosztani. Világos, és jó, hogy mondtad a repteret, mert a világ, vagy Európa egyik legjobb vagy a legjobb repter, csak azon mosolyogtam, ezt hallottam már más repterektől is hogy magukat. Európa legjobb repterének hívják, de a brand része mindenképpen. Tehát a, mondjuk egy reptér, az, az egy emblematikus dolog. Absolut. az, az tartozik. Ott lépsz be. Az első élmény, utolsó élmény az, az, meghatározó. Abszolút. A, a kapuja tulajdonképpen minden turisztikai destinációnak az első benyomások ott érik a, az ember. Rettentesen fontos. Ez ugyanolyan, mint egy hajóállomás, egy buszpályaudvar, egy vasútállomás, és hogyha az ember egy ilyen ötcsillagos repülőtérre érkezik, akkor akkor egy elég, elég jó Élményben lesz része. Ugyanakkor a, a távozáskor is fantasztikus dolgokat élhettem át. Dávid, ugye nyilván, ha az ember München van, akkor hoz valamilyen sört, és azt mondta Dávid, hogy ne bent vegyük meg. Ugye a, a sört én azt gondoltam, hogy ugye ma szabályos, hogy kintről nem lehet bevinni, és mondja, itt már olyan szkennerek vannak, amik átengedik a csomagokat, hogy felismeri a, kívülről hozott nem veszélyes árukat, és simán teli lehetett tenni, amennyi egy ilyen kis ugye, kabinbőrönbe belefér sörökkel, és át lehetett vinni. Ilyen nem, találkoztam egyébként, az egy pár napja állították ezt le, tehát a igen, igen, német állt, az merényletek miatt, mert azért, azért most ugye fokozott biztonsági ellenőrzés van, és ugyanúgy, akkor most benne néznek a csomagba, tehát ezek a nagyon elemes kényelmi intézkedések, sajnos a, az elvaduló világnak köszönhetően ezek, ezek egy kicsit néha erodálódnak, igen. Néha aztán lazulnak, és aztán visszaszigorodnak, igen. Na, maradjunk a sörnél, meg a privát sörös korsóknál, jó? Az is egy nagyon jó igen. Igen. És eszembe is jutott, hogy én egy-két helyen azért én is járok, és nincsen sehol privát poharam, Igen. pedig ez, ez, ez az jó a... érzés, ez is a brand része. A brand része és a az a tradíció, Személy ami a történelemből fakad, hogy, hogy itt egy olyan megrögzült szokás van, hogy azok, akik igazi törzsvendégek, nem lehet, nem tud megvenni ezt a, ha, ezt a, a régi lehetőséget. ezt a privilégiumot, ez pontosan régről van, lehet, hogy családról családra öröklődik. Mm. Mindenkinek van egy kis rekesze, oda visszatehet a, a, a saját, saját az kucs. Igen, körülbelül, igen, bocsánat, igen, bocsánat, igen, Úgy az kell az az ezt elképzelni, ezt. mint postafiokok lennének. Nagyon különleges látvány is, meg élmény is ezzel találkozni. Érdekes azért, hogy a, sör az mennyire, a sörpucs, most a krivit kiemeltem meg a fotót, de a sörfesztivál nagyon erősen kötődik, ugye? Igen, Minden. igen. Egy olyan városról van szó, ami, ami a, a, a sörre épül, a sör tulajdonképpen a, a, az életnek a, a, a meghatározó elképesztő mennyiségű sörház van a, a városban, tehát ezt elkerülhetetlen, hogy az ember megkóstolja. Ugye alapvetően, ahogy, ahogy mondjuk az angol száz területeken a pint, a, a, a mértéke ugye itt a MASZ, ez a egy literes, közel egy literes sörös krigliből kell inni, megmondom őszintén, én nem tudtam meginni, de ez most, ez, ez egy kicsit kicsit szégyellem is magamat, nem ment, tehát... Egy, igen, egy, 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 egy nagyon finom vacsorához mm -hmm. ültünk le, és akkor azt mondta Dávid, hogy akkor próbáljuk meg ezt az egy literes, és, és háromnegyedig három ment, nem ment, tehát elképesztő, tehát le a kalappal azok, akik a, a sörfesztiválra készülnek, ugye ez hamarosan meg fog nyílni. ugye Oktoberfestnek hívják, de valahogy történelem ezt is ugye kicsit előrébb ezt hozta. Történt. Kezdtük ezt ugye hivatalosan 1810. október 10-én volt az a bizonyos esküvő, ami, ami adta ennek, ugye Lajos és Teréziának a esküvője, apropóját adta ennek az eseménynek, és most már ugye mindenféle időjárási, meg marketing, meg egyéb város szervezési okoknál fogva, ez most, most is szeptember utolsó hetében kezdődik, és két hétig tart. Na, csak elképeszt. azt mutatod, hogy le a kalappal, ugye, akik, de nem, a hölgyek, azok, azok. a gyönyörű Igen. hölgyek, Igen. akik kivisznek ebből Kettőt. igen, igen. Le, Fantasztikus, fantasztikus, igen. mert még egyet is megemelni, igen. ugye az, a, tehát maga, maga az a kriglis, üveg kriglis nehéz, nem, ha megvan töltés, akkor abból, abból, abból tizet. Tehát ott erről, erről szól minden, nyilván a történelem, ugye a, 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 a sörpucsa, ami egy sörházban zajlott, az is ehhez kötődik, és hát ez is része ugye annak a, annak a történelemnek, amelynek vannak ugye ilyen, ilyen szomorúbb elnyoldalai epizódjai, akár a, a Führernek az akkori fellépése, akár aztán később ugye a, 72-es olimpián a, a, Müncheni terror esemény, a Fekete Szeptembernek a, a, az akciója, és aztán ilyen a milyen erősebb esemény volt a 1980-ban a, a, szintén az októberfesten elkövetett neonáci kötődésű merénylet, ott több százan sérültek, meg 12 halott volt. Tehát, hogy vannak a, a ilyen, ilyen szürkébb, sötétel bárnyoldalai, de alapvetően egy olyan városba érkezik az ember, ahol úgy fogalmaztam Dáviddal beszélgetve, hogy a bőrömön érzem a, a jólétet. Tehát, hogy elképesztő minden működik, minden olyan, amilyennek ennek lennie kell. És, és nem a gazdagság, tehát ez nem, 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 egy ilyen hivalkodó gazdagság, csak az látszik, bármere néz az ember a, a városba, persze nyilván vannak hajléktalanok, nyilván ott is megvannak a maguk problémái, de, de a, 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 külvárosban is olyan elegáns emberek, olyan teraszokon, kávézókba, sörözőkben ülnek be, hétköznapi emberek, látszik, hogy, hogy helyi nyugdíjasok, akik megtehetik azt, hogy, hogy, hogy beüljenek akár egy pékségbe, egy, egy finom kávéra, vagy akár este egy étterembe, tehát ez, ez átjön az, a, az a jólét, ami a, a jelent képviselés, ott van a, ott van a jövő, a Müncheni repülőtéren például ugye ez a karbonsemlegesség, tehát megpróbálják ugye magát a, repülőtérnek a, a működését karbonsemlegesíteni, magát a légiközlekedés ugye akkor tudnák leginkább, hogyha leállna, de hát ezzel, ezzel lehet, igen, ugye igen, egy kicsit igen. Ugye véget is érne ez a, a történet, de mondjuk, hogyha az ember el, elsétál a BMW múzeumban, akkor ott is rájön arra, hogy, hogy mit jelent az, hogy innováció. Ez a vállalat, ami ugye már több mint száz éves, és most is ontja a fantasztikusabb, fantasztikusabb gépkocsikat, és ott, ott találkozik, hogy hányféle évjárat, hányféle típus, hányféle modell, annak almodellje, és, és, hogy folyamatosan az, hogy, hogy gondolkodnak a, a, a mérnökök, a designerek, hogy, hogy, mit lehetne még ezen, ezen, ezen újítani, tehát hogy az innováció hogyan hagyja a, 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 gazdaságot ezzel, nagyon, nagyon érdekes volt ezzel is ott szembesülni. És hát látni azokat az autókat, amely ugye nálunk is méltán népszerű Derik <laughs> sorozatba mentek, amiben Derik felügyelés ugye beosztottja az igen, Harry mentek ezek a, ma is örülnék egy ilyen, egy ilyen BMW <laughs> a ugye a, a ha nem a, kertemben, nem, mert akkor biztos építenék neki egy garázs, mert ezek olyan, olyan kincsek, ezek a BMW 3-as vagy az 5-ös sorozat. Tehát ezek ugye a 70-es években indult ez a sorozat, közel 300 epizódot élt, meg nem tudom, hogy Magyarországon bejöttem mind a 300, de ugye nyilván egy gyerekként ugye ezen, ezen nőttünk föl, és csodálatos volt ott is látni ezeket az autókat, miközben itt ugye a kelet-német <laughs> és trabantok száguldoztak. Ez volt a valóság. Ha már autó, akkor jön a foci is. Igen. Eszemültöttek azok a futballisták, emlékszem, a 70-es év, az, az a haj viselet. Igen, igen, Jó, tehát Bayern München, nyilván akár. Bayern akár... München. Hát ez, ez, is, ez is a München élménynek kihagyhatatlan része volt. Mm. Sajnos nem úgy van, hogy oda megy az ember, és akkor vesz két jegyet. Itt a Bayern München törzs szurkolói ősz elején, de Dávid szerint már abban a pillanatban, azon a napon, amikor elkezdik árusítani a bérleteket, megveszik ezeket a bérleteket. Nem lehet mm. szinte egy-egy meccsre jegyet venni. Ugye itt most az otthoni meccsekről van szó. A 2005-ben épült ez a csodálatos, mondjuk az, hogy szenté, tehát hogy a foci, a labdarúgás az, az egy, vallás, abszolút átérzelik a városon. Mi egy este olyan fél hat, hat körül kezdődő meccsre mentünk, de, de amikor sétálgattunk a városban, már dél körül kettő órakor már mindenhol a Bayern München jellegzetes, különböző vagy a fehér, vagy a piros mezében lévő törzszurkolók, családok, idős emberek, fiatalok, elképesztő volt az odafelé úton is, a metron, tehát nem, nem az volt, ami ami egy, egy ilyen bék középet képzelni, olyanban is volt már részem, hanem nagyon kulturált, természetesen ott is megvan a, a de maga akkor, bély, akkor természetesen, hát természetesen, hát, természetesen, hát természetesen, nem, nem, nem volt természetes, nem volt könnyű, ennek a történetét most nem Jó, tudom elmondani, de hogy Dávid hogyan úgy. szerzett jegyet, rettenetesen, rettenetesen, rettenetesen nehéz volt. Bejutottunk, 75 ezer Wolfsburggal játszott, 75 ezer nézőt állt tehát hát, ez egy semmilyen tét nélküli meccs volt, már ez ez májusban volt már mindent, amit lehet sajnos, hogy a Bayern München nem jutott be a, a BL-be, nem nyerte meg a, a bajnokságot, tehát igazából tét nélküli meccs volt, de elképesztő hangulat, és hát minden, amit ilyenkor el lehet képzelni. A Paulaner ugye a, a fő szponzor, ömlött mindenhol a, a sör. Természetesen be is lehet vinni műanyag pohárba, kint is mindenhol a sörözők, és hát a perec, a bajor perec, ami, ami elengedhetetlen volt. Tehát, és csendben, rendben Zajlott a 75 ezer néző, úgy tűnt el a metróval, buszokkal, a stadionból szemvillanás alatt olyan szervezeten, ahogy azt egy ilyen német, német társadalomtól elvárja az ember. Ugye jött a sör, jött a krigli, jöttek a hölgyek, jött a futball, de azért Ugye, ahogy írod München rendre, az európai városok élbolyában van, amikor ezeket a márkázott városok sorrendjét igen. emlegetik. De amiket eddig mondtál, az nem feltétlenül, meg a negatív történések a történelemből. Nem eleve predestinálja, predestinálná a várost. Mennyit szenvedünk itt Budapesten ezzel a buli turizmussal. Igen, ugye, hát ez igen, is megint igen. aktuális lenne. Nem akarom erre elvinni. Szóval ehhez nagyon oda kell tenni a másik oldalt is, ugye, hogy ez ne legyen ilyen Ilyen egyszínű. Igen. Ugye az, hogy, hogy egy város mitől, mitől válik jó márkával, hogy egy vállalat mitől válik jó márkával, rettetesen sok összetevője van. A gazdasága, a társadalmi mutatói, a tudomány, a sportélet, a kulturális élet, ezeket mind-mind nézik az ezzel foglalkozó szakértők. Próbálják ugye a márkát úgy összetenni, hogy, hogy kemény mutatókból visszaadni valamit, ami ezt a sorrendet kialakítja és a brandjét, ha, ha tekintjük, akkor München a világon, ugye a 29. helyen áll a világ ne. márkázott nagyvárosi között, ez egy rendkívül jó hely. Mondjuk Budapest. Budapest az 52. Ne. ebben, ez, ez sem egy rossz, ez sem nem egy rossz, rossz hely. Ne. Németországban nyilván Berlin a, a legerősebb városmárka, a világban pedig az első hármat fogom mondani, ami nem fogja a rádióhallgatókat meglempli: London, New York és Pális, tehát ezek azok a, azok a márkák, amit ha kimondunk, ugye most ha turizmus szempontból, nézzük, vagy befektetők szempontjából, beruházók ö, ö, szempontjából nézzük, akkor jól hangzanak, ahol biztos, hogy meg fog térülni a pénzem, meg fog térülni a, a beruházásom, és, és ö, ö, hihetetlen élményben lesz ö, részem. Ö, München egyébként, mint ö, turistaváros alapvetően, és a német városoknak a, a többségét ide, ide lehet sorolni a belföldi turizmusban dominál, olyan, olyan 40-60 százaléka a belföldinek az előnyére, ez nem nem kevés egyébként, tehát a, a szálláshelyeken tehát ahol regisztrálják a turistákat, olyan 8 millió körüli vendégészakát regisztrálnak egy városban, ami nem olyan rossz ez azért Budapest fölött van bőséggel. De ide lehet jönni ugye egy napra, tehát egy napos hmm. város is, hogyha mondjuk nem beszéltünk még a bevásárló turizmusról, fantasztikus ugye áruházak vannak végig a főutcán, illetőleg a, a város peremén, de van három napra, négy napra hmm. elegendő. És tehát egy, pont az a az a, az a, az a város, ahol nem lehet egy percig sem unatkozni, és azt Érzi, hogy, hogy nem véletlenül tartozik ez a márkázott városok közé, tehát egy nagyon jó brand a München. Legnagyobb élményed? A legnagyobb élményem, amivel kezdtem, az a reptér, a reptér és a, a társadalom. Tehát nekem ez mm. ez egy nagyon, nagyon sok meséltem a, a barátaimnak a, a forró nyár estéken, amikkel most ugye túl vagyunk, hogy megértettem valamit. A reptér az, az egy jelképezte azt, azt a működést, ami a, a társadalomnak a, a, a sikerességében, a gazdaság sikerességében jelen van. Itt, itt Magyarországon mindig az azt látom, hogy hogy másokra figyelünk, a mások Át, dolgába. Nyúlna. Igen, igen átnézzük oda. Nem, tehát azt kell megérteni, hogy mindenkinek a saját hmm. dolgával kell foglalkoznia, és akkor úgy fogunk... De azzal maximálisan. De az és a professzionálisan, professionálisan. és úgy fogunk működni, mint egy ötcsillagos repülőtér. Hmm. Nagyon szépen köszönöm, Mihalkó Gábor, geográfus, turizmus kutató, a Pannon Egyetem professzora, Hurrán CFK kutatója, és hát német városvezetés München. Nagyon szépen köszönöm neked. Köszönöm szépen, én sem meghívást.